Ez a jenő modell. Egy egyszerű kültelki lányka, 16 éves, jó falat. Leszek modell. Így szólt magában, és egy festőhöz felszaladt. Mert megfelelt az arc, a termet, így szólt a piktor. Aktra termettek karcsú teste, két halom, vetkőzz hamar le, angyalom. És mert a célhoz ez vezet, a kis modell levetkezett. Mit tudta ő, a balga gyermek, a neveletlen vadvirág, hogy fölfedezve már a szappan, és él vele a nagyvilág. Mert fogyatékos volt a tenyje, a piktor így szólt. Enye, enye, karcsú test, két halom, gyerünk csak, angyalom, szebb lesz a vál, szebb lesz a kar, segítünk rajta csak hamar. És karon fogta, hogy illik a fiatal, de balga nőt, a szomszédos fürdőszobába diszkréten átvezette őt. Ott állott, martalékra várván a kád, fenéki csupa márvány, ami fürdőnek a jele, színültig vízzel volt tele. Festünk a kádra mutatott, köszönt, és eltűnt, jó napot. Elmúlt egy óra, meg néhány perc, a lány nem jön ki. Mi ez? A Viktor hosszasan eltűnődik, no, most már szörnyen tiszta lesz. Benyit? Ilyetten hökken vissza. Ott áll a lány, a vizet issza, és keservesen sírni kezd. Én nem bírom ki inni ezt, ha mindig ennyit inni kell, a fészkes fene lesz modell.